Szabó Zsolt térségünk országgyűlési képviselője a napokban több településre, így Lőrincire is ellátogatott, hogy támogatásáról biztosítsa Pálinkás Péter alpolgármestert, polgármester jelöltet, és együtt keressék fel a helyi lakosokat, beszélgessenek velük arról, miért fontos elmenni szavazni június 9-én. Ezen a héten vasárnap szavazás. Ne felejtsük el, június 9-e három fontos dologról szól. Egy, ki kormányozza Lőrincét? Én azt szeretném, ha Pálinkás Péter polgármester jelölt úr, aki a Fidesz KDNP jelöltje, valamint a Fidesz KDNP képviselő jelöltjei vinnék tovább a várost. Nagyon fontos, hogy Heves Fár kikormányozza a jövőt, illetően az a kérésem, hogy a Fidesz KDNP listájára szavazzanak a lőrinciek. És hát ami nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentben nem mindegy, hogy ki képviseli hazánkat, a szülőföldünket, nemzetünket, Mindenképpen olyanok kerüljenek be, akik a háború ellen vannak, a béke mellett vannak, és ez csak a Fidesz. Az a kérésem, hogy az EU parlamenti listán is a Fidesz-KDMP jelölteire, Fidesz-KDMP listájára szavazzon mindenki. A helyi önkormányzati választás az, sikerül -e olyan polgármestereket választani az egyes településeken, akik ismerik a feladatokat, tudják, mit vállalnak, képesek békében, harmóniában együtt dolgozni a településük fejlődése érdekében. Itt vagyunk Lőrincén, mi megyünk, ott vagyunk az emberekkel, és ne felejtsük el, vasárnap szavaznunk kell, véleményt kell alkotunk a világról.